Belső béke. A hamis és az igaz. Az első alkalommal, amikor az ember meditatívvá válik, a szeretet békjónak tűnik. Ez bizonyos értelemben igaz is, mert az ember, amelyik nem meditatív, nem is szeretett igazán. Az a szeretet hamis, illuzórikus, inkább rajongás, mint szeretet. Nincs semmi, amivel a hamis szeretetet összehasonlíthatod, ha csak nem történik meg a valódi. Ezért, amikor elkezdődik a meditáció, az illuzórikus szeretet lassan-lassan szerte foszlik. Eltűnik. Ne csüggedj! Ne váljon állandó állapotoddal csalódottság. Ha valaki alkotó ember és meditál, arra az időre minden kreativitálása eltűnik. Ha festő vagy, hirtelen nem találod benne magad. Tudod folytatni, de lassanként nem lesz benned energia és lelkesedés. Ha költő vagy, megszűnik a költészeted. Ha szerelmes vagy, egyszerűen eltűnik az az energia. Ha megpróbálod kényszeríteni magad, hogy belépj egy kapcsolatba, hogy a régi önmagad légy, az a kényszerítés nagyon veszélyes lehet. Akkor két ellentétes dolgot teszel egyszerre. Egyrészt igyekszel belemenni, másrészt pedig igyekszel kijönni belőle. Ez egy olyan, mint ha autóvezetés közben nyomnád a gázpedált, és ugyanakkor a féket is taposnál. Katasztrófa lett belőle, mert két ellentétes dolgot teszed egy időben. A meditáció csupán a hamis szeretettel áll szemben. A hamisság el fog tűnni, és ez az alapfeltétele annak, hogy megjelenjen a valódi. A hamisnak mennie kell. A hamisnak teljesen el kell tűnnie belőled, csupán akkor leszel hozzáférhető a valódi számára. Sokan gondolják, hogy a szeretet szemben áll a meditációval, és a meditáció szemben áll a szeretettel. De ez nem igaz. A meditáció a hamis szeretettel áll szemben, de totálisan az igazi szeretet mellett áll. Kiábrándultság. Annak megértése, hogy amit mind a mai napig szeretetnek neveztél, nem szeretet volt. Az egyik legjelentősebb felismerés. Amikor megtörténik, sok minden lehetségessé válik. Az emberek mindig azt gondolják, hogy szeretnek. És ez válik a legnagyobb illúziójukká, ezért minél előbb ábrándulnak ki. A szeretet annyira ritka, hogy nem lehet olyan könnyen hozzáférhető mindenki számára. A felismerés, hogy nem ismered a szeretetet, jó, de szomorúvá tesz, sőt egyfajta buskomosságot eredményez. Mégsem nyugtalankodj, mert a sötét éjszakából születik meg a reggel. Amikor az éjszaka a legsötétebb, akkor van a legközelebb a reggel. Nagyon rossz kedvű leszel, mert bármit hittél is szeretetnek, nem az volt. Álmokban éltél, és elszalasztottad a valóságot. Amikor ez a felismerés derengedik benned, nagyon szomorú leszel. Szinte halott. Ne próbálj elmenekülni ebből az állapotból. Lazulj el benne, engedd magad belesüllyedni ebbe a szomorúságba, és hamarosan tökéletesen megújulva lépsz ki belőle. Az emberek hajlamosak elmenekülni előle. Étterembe, moziba mennek, barátokat keresnek, bármit, csak elmenekülhessenek ebből az állapotból. De ha menekülsz, megint elszalasztasz valamit, ami megtörténni készült. Ezért inkább lazulj el benne.